Megkezdődött a fűtési szezon, amelyre sokan már hónapokkal ezelőtt elkezdtek felkészülődni. De van, aki ezt kihagyta. Ilyenkor mi a teendő? Milyen dolgokra kell odafigyelni? Erre kerestük a választ, és találtunk rá egy szakembert. Megkezdődött a fűtési szezon, amelyre sokan már hónapokkal ezelőtt elkezdtek készülődni. De mi a teendő abban az esetben, ha valaki még nem kezdett el készülődni rá? A legajánlatosabb akkor nem begyújtani, nem beindítani. Minden ilyen fűtési berendezésnek, legyen az gáz, vagy folyékony üzemanyaggal működő, vagy pedig szilárd tüzelőanyaggal, mind a fa, szén, briket, ezekkel az anyagokkal, tehát minden fűtési dolog, arra kellene minden évben egy úgynevezett revíziót, ellenőrzést csinálni. Ugyanez vonatkozik még a villanykazánokra is, ahol meg kéne nézni, hogy minden rendben van, és akkor biztonságosan indulhatunk neki a fűtési szezonnak. Mi főleg a gáz és a fatüzelésű, szilárdtüzelésű kéményekkel foglalkozunk. A villany rész az a villanyszerelőké. Mi, amit főleg csináljuk, a kémények és a tüzelőberendezések ellenőrzését, abban megint meg kell különböztetni a gáztüzelést, az külön van rá egy gázszakértő, aki a készüléket ellenőrzi, és ő ad rá ilyen éves engedélyt, kontrollát, ellenőrzést, milyen ki a kémény része nekik, amit mink ellenőrzünk. Mindenki azt mondja, hogy a gázzal nem lehet semmi gond. Ha új kazánok kírják, hogy hiba van, akkor nem fog működni. De a régebbi kazánoknál pókok, galambok, méhek előfordulhatnak, vagy pedig megpróbálnak fészkelési időszakban a tavasszal a madarak fészket a kémény tetején, vagy a kéménybe beleesnek, beleszorulhatnak, úgyhogy ott is előfordulhat a hiba. Ezt a törvény elő is írja, hogy évente egyszer kell ellenőrizni a gáztüzelésűeket. A fatüzelésnél ott viszont sokkal vastagabb, nagyobb rétegben rakódik rá a koroma csövekre, illetve a kémény belső falára. A kémény belső falát évente négyszer kéne takarítani, de legalább egyszer kémény seprővel. Mi magunk is ellenőrizhetjük a kéményt, de nem tudunk róla igazolást adni saját magunknak, amelyet a biztosító fog kérni, ha baj van. Ha baj van, akkor már késő. Utólag nem tudunk kiállítani semmit se, mert mind sorszámozott és regisztrált tisztításaink vannak. Mik a különbségek a gázzal és a fával való tüzelés között? Melyik a biztonságosabb? Tehát nem mondanám egyiket se veszélyesnek, ha minden be van tartva, jól van megcsinálva. A gáz kényelmesebb, mert megnyomom a gombot, és olyan melegen van, amilyen szeretnék. A fával van munka. Úgy mondják, hogy kétszer izzad az ember a fától. Egyszer nyáron, mikor elkészíti, ehhez hozzátenném, hogy egy fának nagyjából 2 évet kéne száradnia tető alatt szellős helyen, amikor az használható lesz. Ha vizes fát vesznek, vagy pedig azzal fűtenek, azzal elhasználjuk a fának a energiáját arra, hogy kiszárítsuk a fát, ez elmegy a kéményen keresztül, és nem a szobába adja le. És itt jön az, amit előbb is említettem, a szurkosodás a kéménybe, utána már nekünk nem elég a sima kéménykefével menni, hanem úgynevezett kéményfrézával kell mennünk, amivel le tudjuk venni, vagy pedig vegyi koromoldókat kell használnunk. Egyik sem mondható veszélyesnek, ha úgy van csinálva, hogy előírások vannak. Szakember építette, kötötte be mind a kettőt, nem mint magunk. A gáznál viszont van egy olyan gondunk, ami mostanában nagyon izzik a levegőben, hogy a kérdés, hogy lesz-e vagy nem-e lesz. Fát egyenlőre, ha környezettudatosan gondolkodunk, akkor ültetünk fákat, hogy legyen mivel tüzelnünk. Igaz, hogy ez 5-10 éves minimum, amire tudunk valami fát felhasználni, de ezért ajánlatos mindig fákat ültetni, és akkor ezt még egyszer tudjuk hasznosítani. Mennyire fontos a fűtőberendezésekhez tartozó kémények ellenőrzése? Egyáltalán milyen gyakran kell ellenőrizni őket? Ez törvényi előírás, törvény adja meg, hogy melyik fogyasztót milyen gyakran kell ellenőrizni. Gázkéményeket béleléssel 1 évente 1-szer, kéménybélés nélkül 1/2 évente 1-szer, illetve 50 kW feletti gázkazánokat 4 havonta kell ellenőrizni. Ezek ilyen inkább ipari létesítményekben fordulnak elő, ez már nem családi házas teljesítmény. Utána a fatüzelést 4-szer évente kell ellenőrizni, de itt javasolta 1-szer kéményseprővel. Tehát más az ellenőrzés és más a tisztítás. Ellenőrizni mi magunk is tudjuk otthon, hogy minden rendben van.
fánál az a szép, hogy az megmutassa, hogyha baj van. De ez már akkor megint füst lesz bent a lakásban, amikor baj van. Ha ez évente egyszer legalább meg van csináltatva, akkor biztosak lehetünk, hogy a kéményünk tiszta, és egymillióból egyszer fordul elő, hogy valami beleesik éppen a kéménybe. Mi azt már lássuk, hogyha a kémény rossz állapotban van, vagy pedig hiba van vele, akkor elővesszük a kéménykamerát, megnézzük, megkeressük a hibát, és tudjuk javítani a kéményt, vagy pedig egy új kéményt kell építeni, ha már nagyon nagy a hiba. Ez általában akkor fordul elő, mikor elhanyagolják a takarítást, és fűtenek mindennel. A szakember, azaz kéménycseprő kiválasztásánál milyen szempontokat kell figyelembe venni? Tehát, hogy legyen engedélye, mint kéménycseprő, és ennyit kell. A többi már mindenkin rajta múlik, előírás szerint mindegyikünknek becsületesen el kell végezni a munkát. Itt a mi kérdés, hogy ki mennyire megy ki, és mennyire takarítsa ki a dolgot. Ahogy mondtam már, a kéménybekötéstől a kéményig, illetve a kémény aljától a tetejéig a mi dolgunk. El kéne lennie készítve egy edénynek, amiben a hamut beletesszük. Nem volna dolgunk a fűtőtest körüli összetakarítás, de mégsem mehetünk el úgy egy helyszínről, hogy ott hagyjuk a szemetet. Mert azért tudjuk jól, hogy a korom azért van, ahogyan a videókon is látható, hogy száll. Mi a teendő akkor, hogyha a fűtési szezonon kívül is fűteni kell? A fűtési szezon, erre megvan a meghatározás. Október 15-től április 15-ig tart a fűtési szezon, most a kitolt már, de ezen kívül is fűthetünk. Tehát nem előírás, hogy ekkor kell. Ha leesik a hőmérséklet 3 napon át 12 fok alatt átlagban, akkor beindítják a lakásszövetkezetek is a fűtést, vagy pedig ha 10 fok alá esik huzamosabban a hőmérséklet olyankor. Ez rajtunk múlik, hogy mikor szeretünk begyújtani, vagy mennyire szeressük ezt a meleget. Ha jön egy hirtelen lehűlés, olyankor is begyújthatunk, csak nyáron arra kell vigyázni, hogy a kéményben úgynevezett kéménydugó alakul ki a hideg-meleg különbségével. Olyankor elő kell melegítenünk egy kicsit a kéményt, vagy pedig a fogyasztón keresztül kis tűzzel begyújtani, hogy meginduljon a kéményhúzat. Ez egyetlen egy apró dolog van, amit ilyen nyári időszakokban, mikor nagyjából egyforma a benti és a kinti hőmérséklet. Melyek azok az anyagok, amelyekkel tilos fűteni? Inkább úgy mondanám, hogy amikkel szabad fűteni, azok a kandallókban szilárdtüzelésű a fa, faszén, fabrikett, de a faszénből is csak a barna szenes. Ezek, amivel nem szabad semmilyen szemét, konyhai hulladék, műanyagok, ilyeneket tüzelni. Ezt meg fogja bosszulni magát a kandalló, és amit még kiemelnék, a bútorok, amik teli vannak ragasztóval, azokat sem szabadna benne tüzelni. Mert azok, a ragasztó nagyon savas, egy a kéményfalát is fogja nekünk enni, akár a nereszt is ki tudja lyukasztani, illetve a samotokat, a öntvényeket meg fogja a kályhánkba enni, mivel az élettartamát fogjuk a berendezésünknek csökkenteni. Egy jól működő karbantartott kályha 25 évet is el tud menni minimális samot, illetve tömítés cserével. Melyek azok az eszközök, amelyeket felhasználtok? Alapeszközünk a kéménykefe, ebből minden kéménynek megfelelő átmérőjű fej hozzá. Külön van a nereszkéményre nereszkefe, a samot kémény ennyire nem igényes, hogy ott mindegy milyen, lehet vaskefe is, vagy pedig kéményfréza, az már akkor használjuk, mikor nehezebb, jobban le van rakódva, és nem tudjuk leszedni. Ezek így mond a alap felszerelések, de mivel ezt mindig ahányszor használjuk, az mindig száll a por vele, ezért a porszívó is nekünk a nélkülözhetetlen eszközünk. Apró kéménykulcs, lámpa, amiket, hogy lássunk. Utána, amit a gázkéményekhez, gázkazánokhoz használunk, az a szénmonoxid mérő, illetve a gázszivárgás mérő. Ha nagyon nagy a hiba, és nem tudjuk megállapítani, akkor van egy 25 méteres kameránk, amit vagy alulról, vagy felülről világítással bele tudunk engedni a kéménybe, és meg tudjuk határozni a pontos hibáját, hogyha valami bele van esve, vagy pedig esetleg valaki valamit szerelt.